Ez itt a protosz. Az alapvető kezdő dolgokban ugyanúgy működik, mint az ember. Ami a legelső, legfontosabb különbség, hogy neki a workerje az úgy építkezik, hogy nem vesz részt az építkezésben, hanem csak megnyit egy portált, amibe utána bejelennek az épületek. Ezért egyetlen workerrel egy egész bázis gyakorlatilag le lehet szinte pakolni. Ő neki a fő bázis ugyanúgy ad szuplit, kilencet, és a további szupli pakolás pedig ezeken a pylonokon keresztül történik, amik 8 adnak. Ennek egy másik fontos tulajdonsága az, hogy energiát ad. A kékkel lefedett területeken belül lehet építkezni. A Nexus-t, a pylont és az assimilátort lehet csak pylon nélkül lerakni. Azt a hármat bárhová lehet építeni, de minden másnak a leépítéséhez szükséges az a kék terület. Érdemes úgy lepakolni ezeket a pálonokat, hogy legyen némi redundancia, ugyanis hogyha egy egész ágyű sereged van, ami a védelmedet nyújtja, és csak ez az egy pálon az, ami adja nekik az energiát, akkor ha azt kilövik, akkor mindened az áramot az teljesen elveszíti. Lelövöm a saját pálonomat. Mint látjátok az, amelyik áram alatt van egy másik által, az még maradt, de a többiek azok szépen befagytak, és ilyenkor írja is, hogy unpowered, amikor egyetlen pylon biztosít gyakorlatilag egy egész épület részlegnek áramot, akkor ezt Artosis pylonnak szokták nevezni. A Protoss HP-ja az úgy épül fel, hogy van egy pajzs rész, amit ez a fehér rész, illetve itt a kék csík jelöl, illetve van egy armor rész, ami a zöld amikor sebződik, akkor először mindig a kék rész megy le, ez az épületeknél és a sima egy egységeknél is így működik. A kéket azt visszatölti, tehát gyakorlatilag automatikusan híleli magát, ilyen két-három másodpercenként vissza-vissza egyet. A zöld részt azt viszont nem lehet visszanyerni, hogyha az a része lesebződik, akkor is csak a pajzsot fogja visszatölteni. Nem akarok nagyon részletesen belemenni abba, hogy mi mit ilyen épületet tesz elérhetővé, úgyhogy csak állítsátok meg a videót és nézzétek meg itt. Csak a különböző egységeken fogok végigmenni még hozzá abban a sorrendben, ahogy elérhetővé válnak a játék folyamán. A Tech Tree-ben a Gateway és a Forge a két első. A Forge az a, amiatt a legfontosabb, hogy elérhetővé teszi ezeket a kenonokat, amelyek egy ilyen védelmi egységek. Egy általános sebzése van, levegőre és földre is tud lőni, illetve detektor is, viszont nincsen sok életereje, ha elég gyorsan le lehet őket szedni. A forcsban lehet fejleszteni egyébként a szárazföldi egységeknek a támadását és az armóriát, valamint általánosságban a shieldet, ami az összes szárazföldi és légi egységnek, valamint az épületeknek a pajzsát erősíti meg. A Gateway teszi elérhetővé ezt a Zelóta egységet. Ez egy csak szárazföldre támadó és csak közelharci egység. Viszonylag sokat sebez elég gyorsan, elég drága is, és két helyet foglal, viszont közelharci módban az egyik leghatékonyabb egység. A zerglinket nagyon gyorsan, könnyen ki tudja szedni, és a zergnek az egy swarm felhőjében is tud harcolni. A elotok nagyon hatékonyok közelharcban, és különösen a terránnak a tankjai ellen jók, ezért gyakran használják azt, hogy fölé mennek shuttle és ott kidobálják őket, majd megtámadják őket, ugyanis a tankok nem tudnak közelre lőni, ugyanak viszont a zelotok nagyon gyorsan tudják kinyírni a tankokat. A zelotok másik nagy előnye, hogy tudnak harcolni a zergnek a Darks farmjában, hiszen ugye az a közelharci fegyverekes Egységeket nem blokkolja le, és mivel nagyon jó közel harci fegyveresek, ezért a zergel szemben nagyon ütőképesek, amikor használni próbálja ezt a képességét. Ez a gateway teszi elérhetővé ezt a battery is-et, ez a lesebződött egységeknek a pajzsát vissza tudja tölteni, vagy úgy, hogy így rákattintunk és azt az egyet kitöltjük, vagy akár többet kijelölve oda megyünk hozzá, és akkor, ha le van sebződve, akkor automatikusan fel fogja az összeset hírelni. Neki is energiája van, ami töltődik, és ez az energia konvertálódik át itt pajzsá. Ha elfogy, akkor várni kell, hogy visszatöltsön, nem ugye elég sok 200 másodperc, de le lehet viszont pakolni belőle többet is, viszonylag olcsó. A Cybernetics Core szintén a Gateway által válik elérhetővé. Itt lehet fejleszteni az összes légi egységnek a támadó fegyverét, illetve nekik az armóriukat, valamint elérhetővé teszi a Gateway-ben a Dragont ez egy tankhoz hasonló egység, levegőbe is tud lőni, meg szárazföldre is, egy viszonylag közepeset. A Cybernetics korban van hozzá egy fejlesztés, ami viszonylag a játék elején elérhető, és emiatt eléggé erős egységét tudja tenni, a range megnöveli. másik előnye, hogy úgy is tud tüzelni földi védelmi egységekre, hogy azoknak a hatótáván kívül van. A dragonnak az egyik legnagyobb hátránya az az, hogy egy nem túl hatékonyan közlekedő egység. Itt kifejezetten a játéknak a programozási hiányosságai mutatkoznak be, hogy ez egyes helyeken egyszerűen nem tud normálisan közlekedni, nem túl mobilis. A dragonnak az egyik legnagyobb hátránya az az, hogy egy nem túl hatékonyan közlekedő egység. Itt kifejezetten a játéknak a programozási hiányosságai mutatkoznak be, hogy ez egyes helyeken egyszerűen nem tud normálisan közlekedni, nem túl mobilis, viszont nagyon jó univerzális egység. Ez a Cybernetics Core, ez ugye elérhetővé tesz három a második oldalon lévő egységet. Az egyik az a Robotics Facility, ez a második ilyen gyártóépülete ennek a fajnak gyárilag ezt a shuttle tudja építeni, ami neki a dropsítje, tehát ez a szállító egysége, ő is 8 tud szállítani, és itt is a különböző egységek ugye más méretűek, más mennyi helyet foglalnak. Ez egyébként egy elég lassú, úgy van, hogy lassan indul is szépen egyre jobban begyorsul viszont lehet fejleszteni a Robotics supportban ezt a Faster Shuttle movementet, amivel a végsebessége sokkal nagyobb lesz. Ugyanúgy lassan indul el, viszont miután begyorsult, már egy egész jó sebessége van, és ezt a sebességét megtartja, hogyha irányt változtat, lehet vele mahinálni, hogy már be van gyorsítva, és úgy menet közben dobálgatják ki, így csatatéren is egész mobil is tud maradni. Amit még ez a robotik support elérhetővé tesz, az a Reaver, tüzérségi egységnek nevezhető, szárazföldre tud csak lőni. Ahhoz, hogy lőni tudjon, ilyen szkarabokat kell bele vásárolni, amik viszont pénzbe kerülnek. Gyárilag 5 darabot tud magában tárolni, viszont hogyha kifejlesztjük a, ezt a scarab kapacitit, akkor már tizet tud. Ezt mindig nekünk kell kézzel neki adagolni, nyilván azért, mert pénzbe kerül, hogyha egy háborúban erre figyelni kell, hogy nem erüljön ki, mert hogyha elfogyott belőle, akkor csak egy használhatatlan egység. Így is nagyon kell vigyázni rájuk, ugyanis eszméletlenül lassúak, talán az egyik leglassabb szárazföldi egység. Általában párban ilyen shuttle szokták őket vinni így nagyon alkalmasak arra, hogy gyorsan valahol ledobva sebzésbe tudjanak vinni. Splash damage -e van, tehát a környező egységeket is lesebzi. Ennek a kilövött Scarabeus bogárnak, ennek a szárazföldön kell haradnia, éppen ezért csak úgy tud oda menni, hogyha tiszta út van előtte. Ha olyan helyről lövünk, ahol nincsen teljes lálátása, akkor meg kell kerülnie a bogárnak. Éppen ezért van, hogy ilyen egy eléggé kacinfántos utakot jár be, és hogyha ez nagyon sokáig tart neki, akkor ez egy baga játékban, hogy van, hogy felrobban a bogár, de mégis sem sebez semmit. Lehet még hozzáfejleszteni egy plusz sebzést, gyárilag egyébként elég erős egy század sebez, a sebzéssel együtt pedig már 125 -öt. A Robotics facility a harmadik egysége, ez a Observatory teszi elérhetővé, felderítő detektor egysége, alapjáraton láthatatlan, nagyon kevés az életereje, viszont cselében nem kerül sokba, főleg gázba. Egyetlen egy dolgot tud csinálni az, hogy detektor, gyakorlatilag egy megfigyelő egység, kicsit lassú, viszont lehet hozzá fejleszteni egy gyorsítást, ezzel már egész tisztességes sebessége van. Nagyon jól lehet használni arra, hogy a pályát egy megfigyelés alatt tartsuk, illetve nagyon könnyen lehet csatába vinni, ugyanis a folyamatos láthatatlansága által viszonylag ritkán szedik le őket, ha csak az ellenfél nem hordoz agával állandóan detektorokat. Nagyon könnyű vele megfigyelni az ellenfélet, sutyiba bepakolni a bázisok mögé, meg hasonló helyekre. Van hozzá egy másik fejlesztés, amivel a látottávát lehet megnövelni, így is egyébként elég messzire ellát, de a látótáv növeléssel már kam messzebbre. Különböző légvédelmi meg hasonló egységeknek a hatótáván túl lát, ezért úgy tud megfigyelni ellenséges bázisokat, hogy azok egyébként nem tudják lelőni. Elérhetővé tesz ez a Cybernetics kor az a Stargate, ez a harmadik nagy gyártóegység, itt a légi egységeket lehet létrehozni. Az alapegység, ez a Scout, ez hasonló a Terran-nak a Rayfay-hez, ugyanúgy levegőbe lő egy Közepeset, illetve földrelő egy eléggé bénát. Alapvetően nem is szokták használni nagyon ezt az egységet, mert úgy semmire se jó, ahhoz képest, hogy milyen eszmetlenül drága. Sok helyet is foglal. Nagy számban használható valamire, az egyetlen előnye az talán az, hogy valamennyire mobilis, de még úgyse nevezhető nagyon gyorsnak, alig gyorsabb. A űrhajónál. A másik egység, amit gyárilag lehet építeni belőle, ez az a Corsair, ez már egy sokkal életképesebb egység. Csak levegőbe tud lőni, viszont eléggé gyors, és nagyon jó a levegőben való sebzése, gyorsan sebez, nem túl sokat, de gyorsan, és splash damage -e van, tehát hogyha rajokban repülnek légiegységek, akkor azokat nagyon jól le tudja szedni, főleg a zergnek a légiegységei ellen jók. Van neki egy képessége, ebben a Fleet Beaconban fejleszthető ki, ami a Stargate által válik elérhetővé. Ez az úgynevezett Disruption Web. Ezt rá lehet nyomni bármilyen szárazföldi dologra, és ilyenkor az nem tud lőni. Tehát ilyen látható, hogy ezek hatástalanná váltak, miközben ez ugyanúgy tud Támadni. Az ellenségnek a szárazföldi védelmi egységeit lehet rövid időre hatástalanítani. Neki is van energianövelője, hogy plusz 50-nel több férjen bele. A Fleet Beacon teszi elérhetővé a nagy űrhajót, ez az űrhajó kicsit hasonló a Scarabeus bogárhoz, hogy bele kell építeni ezeket az interceptorokat, amelyek ténylegesen tudnak lőni maga a nagy űrhajó, az gyakorlatilag csak egy szállító egység. Ha támad, akkor ezek a kis űrhajók jönnek ki és fognak ténylegesen sebezni. Ennek az az előnye, hogy a nagy űrhajó az mozgásban tud maradni, és viszonylag távol maradna a csatatértől, miközben a kis űrhajók elvégzik a tényleges sebzést. A hátránya az az, hogy elég drága, már maga a nagy űrhajónak is egy borsosára van, és utána még ki kell fejleszteni hozzá a kisűrhajókat is, illetve a kisűrhajókat le lehet lőni, tehát nekik ugyanúgy van életereljük, nem sok, ezért viszonylag könnyen ki lehet lőni őket, viszont ha nagyon sok van belőle, akkor valószínűtlen, hogy, hogy mindig ugyanazt találnák el mozgás közben is. Jól lehet vele támadni, ezt alapvetően úgy szokták használni, hogy az űrhajó az mindig a csata peremén marad, miközben a kis interceptorok támadnak, és a legjobb ellene harcolni, hogyha magát a, ezt a kerriát próbálják megtámadni. Mivel kicsit lomha, ezért a zsenek az öngyilkos egységei könnyen elkapják, illetve hát bármilyen lefagyasztás meg hasonlóval elég jól el lehet kapni, ezért egy nagy célpont. Hozzá is van fejlesztés ami megneveli a tárolható interceptorokat, így most már 8-at lehet belepakolni. Hogyha ezeket útközben kilőjük, akkor természetesen mindig kézzel utána kell gyártatni őket, úgyhogy állandóan figyelni kell, hogy mennyi van benne. Itt még van két fejlesztés a scouthoz, ami egyrészt a látótávolságát, másrészt a sebességét növeli meg, így már egészen jó egység lesz, rajokban gyorsan tud mozogni, és légi csapást mérni, talán az egyetlen egy előnye. Szintén a Cybernetics Core teszi elérhetővé ezt a Citadel of Odont. Ez csak egy tölteléképület, egyetlen dolgot tud, hogy ki lehet fejleszteni egy faster zelóta movementet, aminek köszönhetően gyorsabban fog haladni ez az egység, így egyébként kifejezetten ütőképessé válik, a nagy rajokban is nagyon gyorsan tud mozogni, és jó közelharci sebzést beadni. Ez az épület elérhetővé teszi a Templar Archivot, ami a Protoss Gateway-ben elérhetővé teszi a Templárt és a Dark Templárt. A Dark Templar az egy Zelothoz hasonló közelharci egység, viszont eléggé sokat sebez, 40 és láthatatlan, úgyhogy nagyon jól lehet használni arra, hogy besúnyogjon ellenséges vonalak közé, és pikpak lesz egy ilyen dolgokat. A High Templar az a Protosnak a spellcastere. Neki is ugyanúgy ki lehet fejleszteni azt, hogy legyen több maximum energiája, illetve elérhető hozzá egyszer egy Storm nevű képesség, ami az egyik leghasznosabb Protos képesség. Egy ilyen villámlást rak le, ami az az alatt lévő összes egységet lesebzi, elég sokáig ott maradt, tehát ha nem menek ki elől az egységek, akkor óriási sebzéseket lehet nagy területen egész seregeknek vagy seregrészeknek beadni, főleg, hogy ha fel vannak töltve, akkor kettő-hármat is le tudnak nyomni, és egyébként nem egy nagyon drága egység ahhoz képest, hogy mennyire hasznos a másik képesség, amit neki lehet adni az a halucináció, egy meglévő egységet gyakorlatilag le lehet másolni mindig kettő másolatot készít és ez a kettő, ez az ellenségnek teljesen ugyanúgy fog kinézni mint egy rendes eredeti egység, viszont nem tud semmilyen sebzést okozni, illetve nyilván a karrierek esetében nincsenek interceptorjai. ugyanúgy sebződik teljesen egyformán, mint a hagyományos egységek, és ugyanúgy vissza is lehet tölteni az erejét a shieldben, viszont ha ő próbál támadni, akkor lebukik, hogy semmilyen sebzést nem okoz. Neki is van energiája, amúgy gyakorlatilag az életét mutatja, 135 per 2, tehát ilyen körülbelül egy kicsivel több, mint egy percig marad életbe, feltéve, hogy nem nyírták ki. Arra nagyon jó, hogy a seregünk az nagyobbnak is ijesztőbbnek tűnjön, egyetlen Protoss látszatra hármat lehet csinálni, és ezzel lehet manipulálni egy ellenséges sereget, hogy merre menjen, azon túl, hogy ilyen kék felhővel pusztulnak el, hogyha lejárt az idejük, ez szintén elárulja egyébként, hogy halucinációk voltak, ugyanúgy, hogyha meghalnak, akkor is ilyen kék felhővel halnak meg, hogyha lelövik őket, nem pedig olyan nagy robbanással, mint a hagyományos egységek. Másik képessége a templárnak, hogyha kettőt kijelölünk, akkor össze lehet őket varpoltatni, és ez az arkon elnevezett egység fog létrejönni belőle. Ez egy nagy részt Pajzsból és elenyésző mennyiségű armorból álló egység, szárazföldi de lebeg, tehát a teránnak a mányai nem robbannak fel alatta, levegőbe és földre is tud sebezni, de csak egy ilyen közelharci középtávon. Ugyanakkor viszont splash damage-e van, tehát több egységet is leszed mivel nagyrészt pajzsból áll, ezért ha sebződik, akkor nagyon könnyen vissza lehet tölteni gyakorlatilag eredeti formájába a shield keresztül, viszont a teránnak az emp je az teljesen használhatatlanná teszi, hiszen utána a 10 maradék HP-t azt gyakorlatilag bármi le tudja neki szedni. Másik következménye, hogy a zergnek a plégje, ez a piros pest is, az teljesen hatástalan, hiszen csak 9 HP-t veszít el, az amúgy is kevés 10 évből. A templároknak az arkon nevállási képességeket az főleg akkor szokták használni, amikor az összes stormjukat elhasználták, és a csata az nem lett megnyerve, éppen ezért még mindig jobb őket arkonná alakítani, így legalább egy ütőképes egységet kapunk az energia nélkül használhatatlan templárokkal szemben, akik amúgy valószínűleg csak meghalnának a csatában. Dark templárok szintén meg tudják csinálni ezt az összecupanós műveletet. Belőlük a Dark Arkon lesz, ami szintén egy spellcaster. Neki is energiája van, és neki is lehet fejleszteni, hogy több energiája legyen maximum gyárilag rendelkezik egy feedback nevű képességgel. Ez arra jó, hogyha olyan egységről van, olyan egységre használják, ami rendelkezik energiával, akkor annak az energiának megfelelő sebzést visz be. Tehát ennek most van egy 65 energiája, ha rányomják, akkor elveszíti ezt a 65 energiát, és megkapta sebzésbe, ami pajzsából lekerült. Látszik, hogy ő is nagyrészt pajzsból álló lény, és ő is szintén lebeg. Másik képesség ez a Malstorm. Ezt, hogyha rányomjuk ellenséges egységekre, akkor azok lefagynak. Nem fognak tudni mozogni, lőni, képességeket használni. Hát hasonló a lockdownhoz, viszont nem tart olyan sokáig. Csak biológiai egységekre lehet rányomni. Ebből fakadóan elsősorban a zerg ellen jó. Akkor is lehet lőni őket, amikor éppen így le vannak fagyasztva. Viszont, hogyha harc van, akkor nem őket prioritizálják a saját egységeink, ezért kézzel kell rájuk célozni, hogyha le akarjuk őket szedni. Föld alatti egységekre nincsen hatással. A harmadik képessége a Dark Archon-nak, ami talán az egyik legérdekesebb, ez a Mind Control. Ezzel egy ellenséges egységet tudsz az uralmad alá venni, és rányomom erre a kis workerre, és ezzel így az enyém is lett. Azon túl, hogy lenyúlom az ellenségnek az egyik egységét, így én is szerzek egyet ez az összes egységre vonatkozik, viszont az adott fajnak a vörkere az különleges, ugyanis ezzel létre tudok hozni egy második populációt azzal a fajjal, itt több fajt is tudok kontrollálni, tehát jelen esetben most már egy zergem is van, a két fajnak a pozitívumait tudom egységesíteni, és ilyenkor meg is jelenik a képernyőben, a számlálója az adott fajnak, tehát ilyenkor mindkét fajnak a 200 per 200-as sereg limitjét azt megkapom, tehát összesen 400-as seregem lehet. Ez egyébként egy elég nehéz taktika, nem csak azért, mert el kell kapni egy kósza az ellenfélnek, amit utána ki is kell tudni valahogy menteni, hanem neki kell állni nulláról felépíteni a másik fajt, ami rengeteg idő és energia, ami mind nem háborús egységeknek az építésére ment el, úgyhogy elég nagy hátrányt tud jelenteni játék közben a csatában. Te megvan a Templar Archive és a Fleet Beacon, az az Arbiter Tribunal, ez teszi elérhetővé az Arbitert, ami egy eszletül drága egység, 350G gázba került, tehát eléggé Ő is alapvetően egy spellcaster. Alapjáraton, minden fejlesztés nélkül az a képessége, hogy láthatatlanná tesz minden környékbéli barátságos egységet. Viszont saját maga nem láthatatlan, akkor se válik láthatatlan rá, hogyha esetleg kettő ilyen lenne egymás mellett. Van egy alapsebzése, ami földre és levegőre is érvényes viszont nem valami erős, ugyanis elég lassan lő. Ki lehet hozzáfejleszteni két képességet. Az egyik ez a Stasis, ami hasonló a stormhoz, illetve a Lockdownhoz a Terránnál. Ha rányomjuk valahova, akár csak a földre, akkor a környéken lévő egységeket lefagyasztja. Ilyenkor ugyanúgy nem tudnak lőni, képességeket kihasználni, stb. Viszont ennél a fajta spellnél nem lehet őket se lőni tehát most más ilyen egységek nem tudják őket megcélozni. Elég hosszú ideig tart ez a fagyasztás. Egy másik képesség, amit viszont nagy előszeretettel használnak ez a recall, ez elérhetővé teszi azt, hogy barátságos egységeket beteleportáljunk az Arbiter mellé. Ez főleg arra jó, hogy kritikus helyekre bejutassunk kisebb seregeket. Bemegy valahova az Arbiter, és utána egy saját seregünkre rányomjuk a recall és ami annak a közelében van, azok mind oda fognak teleportálódni az Arbiter mellé. Ezért nagyon jól használható arra, hogy vagy meglévő csatákba erősítést hozzanak, vagy arra, hogy ellenséges vonalak mögébe jutassanak a barátságos egységeket. Természetesen neki is van energianövelő fejlesztése. Az Arbiter egy kegyetlen lassan épülő egység, és amire nagyon vigyázni kell, hogy ne parazitázza be a zerg, ugyanis gyakorlatilag használhatatlanná válik, ugyanis felderíti a parazita és a láthatatlanító képessége, az használhatatlan. Ráadásul nem is tudja kiszedetni magából, mint az ember a Medikének a recovery képességével. Mivel a Protosznak a workerje az nagyon könnyen építkezik, egy maga fel tud hozni több épületet, és mivel a Canon viszonylag a játék elején könnyen elérhetővé válik, ezért egy taktika a Protoss részéről az úgynevezett Canon Rush, amikor odasúnyiak valakinek az ellenvélnek a bázisához, lepakol egy pylont, és miután az elkészült tömegével elkezd kenonokat lerakni, és gyakorlatilag ezt a védelkező eszközt támadásra fogja felhasználni. Ebben nagy kockázat van, ugyanis hogyha nem jön össze, akkor egy csomó nyersanyagot elhasználtak olyan egységekre, amelyek egy helyben vannak, és sehol máshol nem használhatók. Ezt a fajta taktikát, ezt cheese-nek szokták nevezni, amikor úgymond próbálják megtrükkölni egy nagy rizikófaktorú taktikával az ellenfelet. A protoszok számára nagyon veszélyes a terrennek az MP sok vévje, ugyanis viszonylag kis erőfeszítéssel rájuk lehet lőni és teljesen egy védelmi vonalnak a pajzsát megszüntetni. A zergnél pedig a pest is a veszélyes, ugyanis azt is hasonlóan könnyen rá lehet nyomni, és olyan sebzést okoz, amit soha nem tudnak megjavítani. Ugyan időbe telik, de annak letelte után egy féli lesebzett, visszajavítatatlan frontvonal marad. Protoszról úgy általánosságban igaz, hogy eléggé drágák az egységei, viszont cserében nagyon sok mindent tudnak, úgyhogy elég sok képesség és elég sok stratégiázási lehetőség áll rendelkezésre, viszont ügyesen kell használni az egységeket.